egy akció krimi sorozatot készítettek kaposvári fiatalok. Schlichter György saját forgatókönyvét filmesítette meg kaposvári színész hallgatókkal. A mellékhatást a weben lehet megnézni. Kávé legyen. Két kaposvári fiatal, György és Milán, mindketten évekig külföldön tanultak. Most azonban hazatértek, és úgy döntöttek, itthon alkotnak valami maradandót. Schlichter György forgatókönyvet írt, és le is forgatta első netes sorozatát. Hirtelen határozás volt, utána egy hosszú előkészítés fázis volt, tehát az ötlet az, hogy együtt dolgozunk más volt kaposváriakkal, az már jött tavasszal. A konkrét ötlet az augusztusban fogalmazódott meg, és akkor a forgatókönyv fejlesztés, meg az egész előkészítése az a késő nyár, kora ősz időszakra indult úgy be. Akkor még castingoltunk a helyi színészek közül, ugye az Eperjes Spindelfenerről osztályából pár nagyon tehetséges fiatalt, és utána már két novemberi hétvége után utómunka jött. Jól vagy? Hallod? Kapok még? Nem. Tudod, hogy mit mondott a doki? Bátyus, nem áll. Panni, nyughass már! Most az egyszer igaza van. Tényleg szarul vagyok. Jó testvérek mindent megosztanak. Félig szerettem volna egy amerikai látványvilághoz illő, ilyen nagy effekteket használó részt a történetnek, részben pedig szerettem volna, ha azért hihető lenne. Ezt a most népszerű, ilyen különleges képességes, van, aki szuperhősös témának nevezi, ezt szerettem volna kicsit megjeleníteni, de tudom, hogyha mondjuk egy ilyen kékkezes lábasban egy férfi végigfut a főutcán, akkor a rendőröket hívják, nem azt mondják, hogy biztos ő a Superman, tehát szerettem volna egy ilyen életközeli, valami kis túlzással valószerűnek tűnhető dolgot összerakni. Szóval vendetta. Az vérbosszú, te! Hát, hogyha ennyire kezdő a csávó, hogy csak hetente egyszer jön be a bevételéért, akkor meg is érdemli. Több is van, de ezek közül a realisztikusak az talán az, hogy az ember bekerüljön egy olyan írócsapatba. Például nem tudom, vannak ezek a híresebb amerikai sorozatok, a Walking Dead, amiben az ember egy kinti portfóliót is fent tud tartani, mindazonáltal pedig, ha Magyarországon is ugyanezt a vonalat kétértűként úgymond, vagy ingázva fent tudná tartani, az egyrészt a hazahúzó lelkemnek is jó lenne, másrészt pedig annak is azt is segíteni, hogy a szakmai fejlődésem ne álljon meg azzal, hogy a kinti fejlődésemet berekeztem. A fiatalok számára fontos Kaposvár, éppen ezért a filmet is itteni neves helyszíneken forgatták. Mind a ketten fontosnak érezzük azt a dolgot, hogy ha bár el is megy az ember külföldre, vagy más városokra, az ország más tájára tanulni, tapasztalni, akkor az öt összegyűjtött tudást, azt mindenképpen a szülővárosának a szolgálatába tudja állítani, és hogy szeretnénk mind a ketten Kaposvárnak a hírnevét öregbíteni. Ezért is, amikor erre a kezdeményezésre felkért a Gyuri, akkor én nagy örömmel mondtam igent, és vágtam bele. Tudják, egy sakkpartiban, ha az ellenfél látszólag hibás döntést hoz, annak két oka lehet. Egy, inkompetencia. Kettő, hosszú távú terve. És Wagner zseniét nem kéne félbárból vennünk. Tehát összekusszáljuk egy kicsit a bábukat. Maguk megdolgozzák azt a három embert, és miután kiugrasztották a nyulat a bokorból... Igen. De előtte hozzanak nekem egy pohár vizet. Az mindenképpen elmondható, hogy a mostani generáció az sorozatfüggő. Tehát a sorozatok irányába ment, tehát teljes mértékben a tartalomfogyasztás, vagy túlnyomó részben a tartalomfogyasztás. Filmekben a nagyobb franchise-oknak van lehetősége, illetve az az irány, amit mi képviselünk, ez a science fiction beütésű akció sorozat típus, ami nagyon-nagyon népszerű. Itt szerintem mi egy kicsit úgymond a magyar hagyományos vonalat megelőzve, de a kint a Gyuri által tapasztaltak alapján, ez a gyors, rövid, fogyasztható tartalommal irányába mozdult el az egész. A fiataloknak az a tapasztalat, hogy nincs túl sok idejük, szeretnek itt-ott telefont előkapva csak egy pár percet a neten böngészni, bogarászni, és ezt a célközönséget megfogni csak ilyen rövid, célzott tartalommal lehet, úgy, hogyha ugyanakkor színvonalban is megüti azt,
ami az érdeklődésüket nem csak felkelt, hanem megtartva is. Hát odaszögezi őket a telefonjuk vagy tabletjük képernyője elé. A most elkészült 0. évad után szeretnék minél előbb leforgatni a következő részeket. A mellékhatást a weben nézhetik meg. Van hulla? Nincs hulla, nem történt gyilkosság, nincs mit rád bizonyítani. De Panni látta. Akkor ő is tudja, hogy nem volt más választásod. És hogyha volt?